Ez már a Híradó 8 órakor. Radnai Csaba vagyok, jó reggelt kívánok! Donald Trump volt amerikai elnököt támadásért egy Pennsylvania állambeli választási gyűlésen. Az esemény élő közvetítésein tompa lövés hangokat lehetett hallani, majd az elnök jelölt a füléhez kapott, és az emelvény mögé bukott. Ezután a védelmét ellátó titkosszolgálati ügynökök körbevették. Donald Trumpot lekísérték a színpadról, és a konvoja elhagyta a helyszínt. A korábbi elnök jól van, de egy helyi egészségügyi intézménybe vitték megvizsgálni, amit már elhagyott. A lövöldözés során a választási gyűlés egyik résztvevője meghalt, egy másik ember pedig súlyosan megsérült. A támadót még a helyszínen lelőtték, a motivációjáról egyelőre nem tudni részleteket. Joe Biden amerikai elnök reagált a támadásra. Azt mondta, hogy a történteket mindenkinek el kell ítélnie, és hangsúlyozta, hogy az erőszaknak nincs helye Amerikában. Washingtonból Nárai Balázs jelentkezett. Politikai következtetéseket már levonnak. A republikánusok elsősorban arról beszélnek, hogy vajon nem ide vezete az, hogy a volt elnököt mindennek beállítják, a demokráciára leselkedő veszélynek, diktátornak, mindenfajta jogi eszközzel támadják, pereket indítanak ellene, tehát nem hergelik ellene a lakosságot, ami esetleg ilyen formában, ilyen módon ölthet testet. Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált a volt amerikai elnököt ért támadásra. A miniszterelnök azt írta, gondolatai és imái Donald Trumppal vannak ezekben a sötét órákban. A magyar kormányfő a békemissziója keretén belül tárgyalt a NATO csúcsot követően a floridai Mar-a-Lago-ban Donald Trumppal a béke lehetőségeiről. Nem a Donald Trump elleni támadás az első, amely során egy békepárti politikus volt a célpont. Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen május közepén Nyitrabányán a kormány kihelyezett ülése után követett el lőfegyveres merényletet egy 71 éves lévai férfi, akit a helyszínen azonnal őrizetbe vett a rendőrség. A kormányfőt 4 lövedék találta el, több műtéten is átesett, azonban most már visszatért a munkába. Ezen a héten már kormányülésen is részt vett. Az elkövető ellen az előre megfontolt gyilkosság kísérletének vádját terrorcselekmény vádjává minősítették át. Egy olyan világban élünk, amelyben a békepárti patrióta politikusokkal szemben a véleményük miatt a legkegyetlenebb eszközökhöz nyúlnak. Így reagált Szijjártó Péter a Kossuth Rádióban a Donald Trump elleni merénylet kísérletre. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy akárcsak Robert Fico esetében a merénylő most sem járt sikerrel, és figyelmeztető jelnek nevezte a történteket. Hála jó Istennek, Donald Trump elnök úr túlélte ezt a támadást, és reméljük, hogy minél előbb teljes erővel vissza tud térni a munkájához. Ez egy újabb figyelmeztető jel, egy újabb bizonyság arra, hogy a békepárti politikusokkal szemben a politikai véleményük az általuk képviselt álláspont miatt még a gyilkossági kísérletektől sem riadnak vissza egyesek. A háború kezdete óta a legnagyobb értékű katonai segélyt küldi Ausztrália Ukrajnának. A 4 milliárd dolláros csomag irányított és légvédelmi rakétákat, páncéltörő fegyvereket, lőszert és katonai bakancsot tartalmaz. Petro Pavel cseh elnök pedig azt mondta, hogy az ukrán hadsereg júliusban és augusztusban is 50 ezer lőszert kap az úgynevezett cseh kezdeményezés részeként. Közben telefonon tárgyalt az amerikai és az orosz védelmi miniszter. A Pentagon szerint ugyanis fontos a kommunikációs csatornák nyitvatartása. Letették az esküt az idei tanévben végzett honvéd altisztek a Hősök terén tegnap. Az ünnepségen a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a békét, a biztonságot és a szabadságot sosem kaptuk, hanem hőseink vívták ki az utókor számára, amit a jelenkorban is meg kell védenünk. Varga Tamás hangsúlyozta, hogy hőseinkre ma is szüksége van a hazának. Az államtitkár kiemelte, hogy egy modern, ütőképes haderő épül, ám a haza sikeres védelméhez szükség van a szakmaiságra, a lojalitásra és a haza szeretetre is. Az országunk közvetlen szomszédságában dúló véres háború rávilágít arra, hogy soha többet nem engedhetjük meg, hogy felkészületlenül álljunk a kihívások előtt. Szükségünk van tehát egy olyan erős honvédségre, amellyel senki nem akarja a harctéren összemérni az erejét. Ha erős a honvédségünk,
nem lesz senki olyan, aki erőszakkal próbálna meg érvényt szerezni akaratának Magyarországgal szemben, és így meg tudjuk őrizni hazánk békéjét és biztonságát. Mert a békéhez erő kell. Európa szerte szenvednek a rendkívüli forróságtól, több helyen is 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek a meteorológusok, akik szerint a hőség feltételezhetően a hónap végéig is kitart. Már szinte minden országban a legmagasabb szintű riasztások vannak érvényben. Kíméletlenül tűz a nap Olaszországban, főként a félsziget középső és déli részén tombol a kánikula. A hőmérséklet sok helyen elérte, sőt meg is haladta a 40 fokot. Az emberek többsége a vízpartokon keres menedéket. Én úgy vészelem át a hőséget, hogy először is sok vizet iszom, igyekszem kerülni a nehéz ételeket, és amikor alkalom adódik rá, megmártózom a frissítő medencében. Aztán pedig úszom egyet a tengerben, mondta egy férfi. Az előrejelzések szerint a hőhullám július végéig is eltarthat Olaszországban. Közben a görög meteorológiai szolgálat is figyelmeztetést adott ki a hőség miatt. Az ott élőknek és a turistáknak azt tanácsolták, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Viseljenek könnyű ruházatot, igyanak sok vizet és kerüljék a hosszú túrákat a nap legmelegebb időszakában. Bulgáriában is sokan szenvednek a kánikulától, a hőmérséklet itt is több helyen meghaladta a 40 fokot. Aki csak teheti, a folyókhoz és tavakhoz menekült. Északnyugaton már 43-44 fokot mértek, ez rendkívül meleg, mondta egy nő. A bolgár meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a rekord hőhullám a következő napokban is folytatódik. 44 fokot mutattak az utcai hőmérők Bukarestben is, a helyiek és a turisták napernyőket és kézi ventilátorokat használtak, és sokan a szökőkutak mellett álltak, hogy lehűtsék magukat. Románia nagy részén is szokatlan hőségtombol, a meteorológusok szerint az átlaghőmérséklet 7 fokkal magasabb, mint a korábbi években. Egész Horvátországban is vörös riasztás van érvényben, sokan ülnek ilyenkor autóba és elindulnak a közkedvelt adriai nyaralóhelyekre. A horvát autópályákon hatalmas torlódások alakultak ki, ugyanis Európa más országaiból is sokan igyekeznek a tengerpartra. Szlavónia és Dalmácia régiókban már 37 fokot is mértek, a tenger hőmérséklete pedig sok helyen elérte a 28 fokot. Közben a horvát fővárosban, de Splitben is, aki tehette, hűvös helyen töltötte a napot. Több százan tüntettek a tömeges turizmus ellen Alicantéban. A spanyol demonstrálók molinókkal, táblákkal, valamint hangos dudálással, dobolással vonultak végig a belvároson. A helyiek azt kifogásolják, hogy a rengeteg külföldi miatt megnőttek az ingatlan árak, emiatt ők már nem tudják megfizetni azokat. Felmérések szerint az idei második negyedévben 24%-kal nőtt a nyaralókban megszálló turisták száma, míg a szállodákat csak 11%-kal választották többen. A tüntetők a kormány határozott fellépését sürgetik. Türkmenisztánból származó sztyeppei lovak Európa bajnoksága és tenyész szemléje zajlik Bábolnán. A legtöbb tenyésztett lófajta ősének tekintető akalteke fajt a kihalás fenyegeti. Magyarországon 2020-ban bekerült a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták közé. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta, hogy a ragaszkodás a lovakhoz végig kíséri történelmünket, a lótenyésztés pedig része nemzeti értékeinknek. Ez volt a Híradó 8 órától, további híreinket és videóinkat megtalálják weboldalunkon a hirado.hu-nak.